Na sziasztok! Itt az ideje, hogy játsszak megint egy új játékot. Ezt az Immortal Unchained-et nemrég vettem meg, mert Occo 60% off volt most PS Plus-on. Erről se tudok semmit. Közben most jön egy autó, ami itt zajong. Nem mindegy, szóval erről se tudok semmit. Nagyon keveset, akkor inkább így fogalmazok. Tudom, hogy milyen játék címe, tudom, hogy körülbelül hogy néz ki, mert láttam egy 2 perces gameplay trailert, és ennyi az információm. Viszont azt tudom, hogy Souls-like, legalábbis olyasminak tűnik. És hát azt muszáj. Bármi ilyen fajta játék, az muszáj. Úgyhogy nézzük is meg, milyen ez. Tekintve, hogy ez egy első végigjátszás lesz, ezért lassabban fogok nyilván haladni. Benézek minden sarokba, meg mindent, úgyhogy ahogy szoktam. Meglátjuk, hogy milyen fajta karakterek vannak, meg ilyenek. Szóval itt az első részben kicsit valószínűleg több időt fogok azzal tölteni, hogy elolvasgatom, hogy milyen kasztok vannak, meg egyáltalán milyen beállítások vannak. Jó, autószél. Ami biztos, hogy a hangerőt lejjebb kell vennem, különben nem fogok hallatszódni. De nem akarom nagyon, mert akkor meg nem hallom én a zenét, és úgy néz ki, hogy eddig nem rossz, amit hallok. Voiceover, language, rendben van. Subtitles, olyan van. Camera sensitivity, aim assist. Nem kell aim assist. Lock on aim. Automatic use on aim. Hát! Retargeting. Ezt majd meglátom, hogy ezt egyáltalán be akarom állítani. Powerful attack input method. Standard, toggle, standard. Standard jó lesz. Graphics, ennyi. Nem kell subtitle-t állítani, úgy látszik, mert automatikusan létezik. Oké. Okay. Controls. Weapon wheel, power attack, fire, igen, aim fire, az ahogy szokott lenni. Hogyan? Aha, ott egy lock-on. Holdoljam a sprintet, hülye vagy? Alternatív. Okay. Nagyon jó. Nagyon jó. Karikával futunk. Nem fogom nyomkodni a bal pöcköt azzal, hogy na most talán futni fog. Mert ráadásul benyomba kell tartani, de hogy nem is lehet úgy izélni. És az, hogy megnyomom egyszer és elkezd szaladni, az egy dolog, de az, hogy benyomba tartom a bal pöcköt és úgy irányítom, az kulvamra elfárad az ember keze, hogyha sokat kell futkosni. Jó, oké, ez rendben van. Így. Persze, mehet a New Game. Ezt el is tudtam olvasni, kösz. Mi a passz? Jó. Adjunk neki nevet. Az lesz a nevet, hogy... Nem lehet... Tökömet, hogy van ez? Ide be kell kattintanom, és akkor... Aha. Ó, nagyon jó. Na. Adjunk neki valami nevet. Hát első karakter, igazából szokásos. Így jó lesz. Enter. Legyen női, legyen férfi karakter. Hát... Legyen női karakter. Azoknak viccesebb a halási kolyuk.
nézzük, tracker. Mik a statok egyáltalán? Swift Hunter, Flexible Carbine, Daggers. Jó, igen, aztán Defender Rifle Grenade Launcher, Cleavers. Milyen dupla kard van a hátán. Ja, ennek is csak ez törös. Raider. Ez dupla balta. Wanderer. Ha van valami varázslóféle, azzal fogok játszani, mert mindig varázslót játszok legelőször. Clubs and Rifles. Fagyasztani tudnak. És vissza tudják tölteni az életüket a támadással. Marksman. Long range combat. Aha. Mercenary. Szerintem Marksman lesz a nyerő. Scattergun Hammers. Jó. Legyünk Marksmanek. Rommá lövünk mindenkit. Next. Ja, hát én most nem biztos, hogy akarok ezzel foglalkozni character creation-nel, úgyhogy... Face detail. Nem kell semmi. Hogyan kell nextelni? Egy, next. Yes. In an age long since forgotten. Nagyon, nagyon régen. A prophecy once told that there would come a time. Igen, meggyvendőték, hogy egyszer majd. Would grow dark and cold. Mert elsötétül a nap és hideg lesz. A bone-chilling wind would surge from the deepest pits of the abyss. Nagyon hideg szél fog fújni. Az abyss legmélyéről. The dead would rise in its wake. És holtak felélednek. Harbingers of destruction and despair. Pusztítás és a kétségbeesés előhírnökei. Left to its own, this wind would bring war. Ebből háború lesz, ha nem csinálunk valamit. War that would ravage the nine planets. Aha, 9 bolygó van, és akkor mind a 9 bolygót jól szétzúzná a háború. Beasts would break their bonds and flood the soil with their poison. Mindenféle szörnyedékek jönnének. Wither away to nothingness unless we were willing to make impossible choices. Lehetetlen választásokat kell, vagy döntéseket kell hozni. Black of heart they would be. Sötét szívű harcosokat kell idézni a legendákból. This is the day of prophecy. Igen. A profécia napja. Eljött! Jaj, azok vagyunk mi? És azért Immortal Unchained, mert hogy mi voltunk leláncolva? Mi voltunk leláncolva, és... És most kiszabadítanak minket, mert valahogy muszáj legyilkolni a mindent. Na aztán visszatértem a füleshez, mert nagyon visszhangos volt a kamerás mikrofon.
Igen, mintha... mintha nem igazán szerettek volna minket. Nem igazán akarták, hogy mindenki szabaduljunk, szerintem. Nem tudom, ezt miből gondoltam. Oké. Értem. The core. A titkos... titkos raktár, vagy mi a fasz. Ű, de nagyon érzékeny a izé. Hol van itt, hol tudok? Options. Camera sensitivity. Ne legyen ennyire érzékeny, a karakterem nem mozog ilyen gyorsan. Az jó lesz. Aha. Quickly, go forth and find the Grand Hall. Találjuk meg a nagy csarnokot. Gondolom, ha ide leesek, meghalok. Nézzük meg, jár-e érte trófea. Igen, ez halál. Ki kellett próbálnom. Aha, kimerülés van, hogyha elfogy a stamina, ezt jó tudni. Jaj, nem áll. Na nem már, hát ez... na oké, le lehet nyomni. Ez fontos. Ez fontos, hogy le lehet nyomni az átvezetőket. Nagyon megharagudtam volna a játékra már most, hogyha ezt nem lehetett volna megtenni. Oké. Vajon mi lehet a kék csík? Mana. Biztos valami mana féle. Jumpolni nem lehet? Akkor merre kell menni? Aha, itt van valami őr. Megnézek ám mindent, hogy mivel lehet interaktolni. Ó, aha! Hopsz! Átgurulunk alatta. Kérem valami fegyver. Hát ennek leesett a feje. Le. Annak le. Újjaj! Nem essünk itt, várjál. Kukucs. Az ott valami item. Ez mi? Kicsi kapszula, kicsi energiaital. Mi ez a bit kapszula? Ó, szerintem ez a TP. Kibaszott kutyák, bazd meg. Becsukom az ablakot. Na. Néhány nap is lesz egy új gamer székem. Király lesz. Nem fog nyikorogni, ropogni. Nem esik szét a fejem mögött, meg ilyenek. Na, szóval ez a TP. Ez pedig itt a Dark Sign, gondolom. Ez pedig egy kis mana. Mananana. Idén tudom én ezt húzni olyan. Kicsit. Közelebb. Király. Jó, egyéb dolgai vannak, semmi nincs, ugye? Jó, ez mi? Forgotten bits. Szerintem valami Lost Undead Soul volt 100 TP-je érte. Use Obelix to equip weapon blueprints.
Egy kis pistol. A mópak. Van egy adag lőszerem. Obelisk. Ez a Iron Fire féle. Ez még plusz 100 TP. Cold patch, heat patch. Aha, fire resist. Cold resist. Oké. Okay. Szándékosan nem nyomom meg a door. Áh, hogy itt ez egy ajtó. Jó. Legalább meglátjuk, hogy mi félék. És akkor az nem láda. És van két ilyen injekcióm, amit a háromszöget tudok felhasználni, ha jól látom. Na jól van, nézzük meg, hogy jó, attribútes. Itt lehetne levelezni. Azt mondja, van itt valami help gomb, vagy... Ah, le is írja, jó, finesse. Reload speed. Oké. Okay. Perception, critical bonus, és egy kis HP. Vagy HP-t minden ad. Egy keveset. Oké, okay. Erő. Erővel lehet a közelharcot nyomni főfelé. Agility. Oh, nice. Dodge-olásnak az iframe-jeit növeli, és hogy milyen gyorsan tudok healingelni. Ez fontos. Toughness, ez HP-t ad, és flinching. Ja, hogy van ilyen, hogyha megütnek, akkor nem tudok normálisan célozni. Hát ez nagyon jó lesz. Endurance, stamina recovery, expertise, normal weapon scaling, healing bonus. Oké, okay, insight, special weapon. Hát, jó kérdés, hogy ez most a mi fegyverünk az most special weapon lesz, vagy nem. Jó van, mindegy. Szóval ez a bonfire weapons. A sima weapon slot az még le is van zárva ráadásul. Secondary weapon slot. Találtam egy ilyen pisztolykát. Upgrade-elni mibe kerül? Kell hozzá 4 basic komponens. És keményen egyel lenne nagyobb. A zsebzés. Hát ez jó. Oké, okay. És akkor most hogy van ez? Van 12 töltényem, ha jól látom. És kezemben a kis pisztoly. Jó. Tanítsál meg, hogy kell játszani. Aha. És be tudok lokkonolni. Ez nekem nagyon hasznos, mert én nem tudok shooterekkel játszani. Viszont hogyha helyettem céloz, az kurva jó. De hogyha... Aha. El is fogyott minden történjem. Hát nagyon jó. Ez fantasztikus. Please. Olyan van, hogy aim sensitivity? Vagy csak kamera sensitivity van? Controls? Nem. Kicsit gyorsabban céloz, mint amennyire én szeretném. Ja, hogy nem 12 töltényem volt a 170-ből, hanem 170 töltényem volt összes... nem. 12 volt párban, és még 170 töltény volt mellé.
és az X-el tudok reloadolni, ez pedig még egy kis szól. Forgot the bits. Hát jól van. Ládi! Basic ammo pack. A small ammo pack és egy basic komponent. Ez jó, mert ilyen basic komponentek kellenek ahhoz, hogy fegyvert upgrade-eljünk, szóval az fontos. Press és hold L1 charge a power attack és release fire. Hát ezt hamarabb is elmondhattad volna. Igen, itt mászkálódott az ablak előtt. Jól van. És mi lenne, hogyha így csinálnék? Így. Aha. Á, értem. Csinálunk egy ilyet. És akkor a pajzsát félre lehet lőni. Nem tudok. Hú, micsoda dolgy volt. Ja, hogy... manába kerül. Manába kerül csinálni ezt a charge-ot akkor, csak ezt így elfelejtette közölni. És hogy csak ki se dobtál semmit, mekkora egy zsidó patkány vagy sóher. Ez mi? Forgattam bit. Jó, most van elég egy szintlépésre. Kukucs! Jó. Hoppá! Forgottam bits. Azok micsoda? Van a töltő? Esetleg? Armor! Vagy ammo shrine lehetett. Király! Itt a sniperem! Szóval mik ezek? Advanced Scavenger Kit. Oké. Okay. Ezt megkajálom, és akkor egy darabig több szólt kapok. És kaptam valami carrying capacity. Igen, hogy többet tudok hordani magamnál. Cerium Decree, ez mi? Ez mi csoda? Azt mondja, use the measure of worth, allowing access to selected areas, depending on gathered amount. Ja, hogy kulcsféle, értem. Basic komponens. És felvettem a puskát.
Van itt egy obeliszka közelben, hogy ezt így használni és tudjam, vagy... Vagy az így nem van. Értem. És most ide vissza is jutottam, igaz? Nem? Várjál, hol vagyok? Ott az obeliszk. Aha. Ezt kinyitottam. Jó, és akkor weapons. Primary weapon slot. Azaz, jó kis sniper. Upgrade. Ehhez is 4 basic komponens kell. És ez milyen típusú fegyver, vagy ez hol kell látni? Show info. Precision attack. Jó. Csak nem tudom, hogy ez special weaponnek számít, vagy minek számít ez. Azt mondja, advanced weapon. Nekem eléggé advancednek hangzik egy sniper rifle, nem tudom ki, hogy van vele. Viszont agility-t fogunk fejleszteni egyet. Hogy a dodge-unk az jó legyen. Ez fontos. Jó, és akkor most ki tudom nyitni ezt? Nem tudom kinyitni. Na de akkor hol kell menni? Hogy... Ez egy kar. Ja persze, itt néztem, hogy nem lehetett átmenni. Nem biztos lesz majd valami híd. És lett. Jó, szóval ilyen világító lófaszokat kell keresni, hogy ezek a karok, vagyis hát ilyen megnyomandó dolgok. És hogyan... Azok az itemeim... Azaz! Kit tudok agyonlőni ezzel? Ne, dehogy is. Jó, elég szépet lő azért. Kicsit lassú az újratöltés. De a damage az rendben van. Persze sokkal jobban... Sokkal többet sebezne nyilván, hogyha tudnék konzisztensen fejlődéseket csinálni, de ez nem hiszem, hogy menni fog. Hoppá! Basic komponent. Van 2 a 4-ből. Aha. De én nem akarok még semmit használni egyelőre. Vagy akarok? Ez amúgy mit csinál? Ez mana töltő. Vagy nem? Jó. Van egy obeliszk? Jól látom. Igen, az annak tűnik. Ez mi? Worn rapier, cold patch. A fegyverem. Tegyük csak be ide. Azt. Jó. Oké. Szóval lehet takarítani az utat. Ez fontos.
Hold L1 to change weapon. Ó, hogy van egy ilyen radiális menü erre. Király. Hogy kell zoomolni, vagy nem lehet? Szeretnélek téged buciba meglőni. Csá! Jó. Minusz egy. Headshot. Headshot nece. Nece, nece. Forgottam be. Opa! Ja. Persze már reloadolt is, újra is töltötte a fegyvert, meg egyszerre felvette a biteket. Szólokat. Peking! Kínaiul beszél a telefonon, azt mondja Peking! Ez meg mi? Large Strongbox. Combined Patch, Ammo Pack, Kapszule. Mi ez a Combined Patch? Aha! Armor izé cucc. Megeszed és akkor egy darabig jobban bírod a sérülést. Majd mikor izé fog rám rontani az első boss? Hold L3 to sprint. Dehogy is, te hülye! Semmilyen Hold L3 nincsen. Rég átállítottam. Tepö! Micsoda! Hát itt futok! Nem éri. Itt futottam. Kajak. Ti is láttátok. De mi ne csipogjál már. Szépen lenémítjuk a telefont. Aztán csipoghat. Na. Fel kéne szedni, amit elbuktunk. Ja, hogy ez így egy eltart egy fél másodpercig, hogy... Au! Uh-huh. Ez a legjobban sikerült. Na szóval... Most vajon? Aha, itt van. Király. És meg se kell nyomni semmit, csak rá kell sétálni. Oké. Okay. Hát ez elég necces volt, de oké. Okay. Sikerült. Jó, tehát ugrani nem lehet. Ez jelentősen lecsökkenti a kalandozásnak a lehetőségeit, hogy mit próbáljon meg egyáltalán az ember, hogy vajon lehet-e erre, arra, amarra menni. Ez mit csinál ez? Amúgy. Kukucs. Oh, hello! Hát lehet, hogy nem kéne ellövöldöznem ezt a... ennek a fegyvernek a töltényeit. Hello! Te múgy! Hát, akkor maradjon a ez. Szóval nem jól csinálom én ezt.
úgy kéne nekem mozogni, hogy leginkább meg se látnak, nemhogy ketten rám jönnek egyszerre. Nem vagyok valami jó lövész. Kukucs. Milyen messziről észrevettél? Kapjad be. Menj innen! Bomba! Áú! Spike the bomba. Pöcs. Nem fordult híves. Ajajajaj. Gyorsan töltsd fel. Jó, ezt mindjárt folytatjuk innen. Kicsoda, milyen hív engem? Aha. Igen. Hát a izénél, van itt egy ilyen kis bolt, ez a rózsadobb ABC, és ott kell fordulni jobbra, igen. A második lesz balra. Jó, jó, rendben, köszi. Na, közben itt csörgött a kajafutár. Nem kéne meghalnom, ugye? Ancient Shard. Jó, ez egyelőre még sok értelmet nem nyert számomra. Ojaj. Ó, az egy obeliszk? Annak tűnik. Na de. Small ammo pack, energy, basic, TRM syringe, az micsoda? First aid kit, healing patients. És ami... Miért nem mutatja a izéket? Azt a másik szirincset, amin van. Na mindegy. De ha erre kell menni, akkor mi van itt a másik irányba? Nem tűnik jónak. Igyunk meg egy ilyet. És eléggé fogy a mindenem. Ó, jaj! Boss fight-ot triggereltem? Meg kellett volna nyomni az obeliszket? Hát, para! Ez semmi jelzésértéke nem volt, hogy boss fight lesz. Hogy egyáltalán... Nekem nem kell magamtól kinyitnom azt az ajtót. Hát ez nagyon jó. Staminát kérem vissza. De... Au! Szeretnék odébb menni. Most így eléggé hiába ittam meg ezt a...
veled? Ja, hogy nem kell megvárnod, hogy én felkeljek. Ez hasznos információ. Én olyan szívesen kilőttem volna a hátadról azt a cuccot. Fussá ide! Oké. Okay. Jó van. Megtanuljuk, hogy működik. Na. Gyorsan kimegyek a kajáért, és akkor innen folytatjuk, amint kivágtam ezt belőle. Na, menjünk is tovább akkor. Próbáljuk meg még egyszer ezt a bossy-bosst. Nekem van egy olyan érzésem, hogy itt volt egy ajtó valahol. Ó, hogy visszakapom a töltényeimet, ha meghalok. Ez fontos információ. Mert találsz. Parasság, mert... Hogy? Jó, visszakaptam az élet... ezeket is, injekciókat is. Jaj, nem áll, ezzel megint át kell menni. Na, vajon most bukom el össze szólomat? Igen, most! Picsába! Mondom, belefutok és meghalok. De pont elment. Hát akkor ennyit a 3000 szorról, amit el lehetett volna költeni. Ebbe a csapdába? Ja. Megnézzük, mit tud ez a kard a hátamon. És miért van belőle kettő, amikor csak egy van igazából? Ez is egy elég érdekes kérdés. Au, pöcs. Levágta a kezét. Levágta a kezét. Yeah, vegyük föl a 100... Hopsz! Mit kúszol? Beleszaladtam egy bossba. Úgyhogy nem... Nem gondoltam, hogy ott az az van. Miért van az az érzésem, hogy ebben a játékban is a csapdák fognak a legtöbbször megölni? Meg az ilyen gravitációs bírségek. Mások a szakadékban meg hasonlók.
Au. Oké. Elárulódtak ezeket. Nem tudtak lőni. Na. Szóval akkor arra boss van. Ezt most már tudjuk. És erre. Ja, a másik. Ezen mondom, hogyan? Picsába. Milyen lelőttem a kezedet? Lelőttem a kezét, úgy látszik. Igen. Igen, ez... Jól gondoltam, hogy ide fog hozni. Ah, fuck. Fucking fuck. És ezt az egészet elkerülhettem volna, ha nem vagyok... Ó, oké, oké. Bonfire, visszahozza. A népet. Jó. Ti nem dobáltok semmit? Sose. Nincsenek droppok. Ellenség droppok. És mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy speedrun-t akartam, de... Hogy meghaltam, Getz? Pedig egész sok HP volt. Érdekes. Futás. De itt állok az oszlop mögött. Lőjél már meg! És én most itt el tudok erre szaladni? Slalom, baby, slalom! Oké. Okay. Én ezt át szeretném... Le akarom nyomni. Aha, oké. Okay. Összejött. Aha. Azaz. Gyere csak! Fussa ide! Azaz. Oké. Okay. Ó, nem. Rossz irányba ment a dodge. Pá! Egy. Kettő. Három. Hogy? És most jön a dodge, nem? Ha? Ha! Jaj, jaj! Jaj! Nem el! De figyelj! Nyomtam, hogy töltsé újra! Az így nem baj? Mennyit lőzte? Most kell gyógyítani egyet. Fuck you! Hát most pont nem azt akartam nyomni, de akkor most már megittam még egy életitalt. Áú. Töltsi ma... Ja, ha megvolt. Előbb még nem töltöttél újra. Gyere erre. Nem talált. Jó. Így. Csát! Ah! Bénázok, bakker. Na, fussa ide! Haha! Szevasz!
Ebben mi van? Veridian shotgun, syringe basic component, pit kapszula. Hát nem adott sok TP-t. Ó, csak 1650-be kerül a szintlépés, ez nagyon jó. Ennek még jobban örülök most, hogy elbuktam, vagy 3000-et, mikor ide beléptem. Kurva anyát. Kis bit kapszula. Lelkek. Találtam shotgun-t. Ez mit csinál ez a lever? Ez egy lift? Igen, ez egy lift. Meg kéne enni ezt a healing lófaszt. Oh. Okay. Nézzük, mi történik. Tizenkettő! Az igen! Ezt meg kell jegyezni, itt van egy nagyon nagy láda az elején. Egyéb. Ott is van egy nagyon nagy láda, legalábbis én úgy nézem, hogy az. Ja, az olyan nagy láda, hogy teljesen másfajta izé kell, hogy ki lehessen nyitni. És ez? Aha, ehhez 6 kell. És ehhez? 18? Te jó Isten! Nem akarok még beszélni veled, és nem tudom, hogy ha ide beállok, akkor így van valami. Menő a háttérzene amúgy. Kis harang, kis kórus. Tök jó. Jó, akkor nézzük meg, hogy mi van itt. Nothing, jó van. Akkor menjünk fel hozzád. És téged meg lehet ölni? Elképzelhető, de mondjuk nem kéne. Rögtön NPC gyilkolással kezdeni az első végigjátásomat. Úgyhogy, ja. Majd beszélünk mindjárt. Ez mi a here? Memorial use item. Mi ez? Ezek a gyors utazó Forlorn Idol. Arasz, ez te vagy? Ez te vagy, igen. Kukucs. Valami más. Na, nincs. Jól van. Csadi! You live. There is yet a chance to reverse this. Do not be alarmed if you have no recollection. The detention affects the mind. As such, you stand within the Grand Hall, the only sanctuary remaining. Ez valami drág. But that too is in jeopardy. Össze-vissza eszik. The undead are unrelenting. As the monolith weakens, so does our protective shield.
We face a grave threat. You seem to be our last hope. Értem én, hogy a Dark Souls-okban nem mozgott a karakterek szája, amikor beszéltek, de itt meg egyfolytában, tehát így nem követi azt, hogy mit mond, hanem csak így így. Na, és akkor mi van? Keeper of the cosmos, I am its much to discuss. Join me with the monolith. Go, sadly. This is but a glimmer of what it once was. Yet it still has the power to bestow what it finds necessary. Soon to be reborn, if you do what is needed. Go join with the monolith. Jó. It is said that in the beginning there was light, and the great monolith revealed itself. Born from this was the stream, flowing, binding, and creating the cosmos and all within it. Stars and planets formed, and life followed. This was the dawn of all races. Teremtés történet. But as the first children of the monolith explored the power of the stream, their worlds collided. Ultimately, one race would strive for power. They were the Prime, and the instigators of the Prime Azurian War. Mm-hmm. With their victory, the Prime claimed the core, and with it, the home of the monolith. It bestowed great power unto them, and gave them dominion over all life. Great cities were built. Technological advancements and trade allowed the worlds to flourish and bloom. Thus, the Golden Age began. This was the time of heroes, where legends were born and their stories told. And so it was for eons. But this was not to last. An evil is spreading through the cosmos. Igen. Folytasd már. All is in jeopardy. Hello world! Oké, okay, és most? Oda kéne menni? Monolith connection. Be grateful that the monolith has accepted you. This is not something granted lightly, nor to many. It pains me to know it has been tainted. Yet this bond will grant you benefits. However, do not be surprised if your memory has not returned. It will in due time. The end nears. The light of many worlds is fading. And for some, the end has come. Necessity demands this. However, I am bound to this place. You, however, are frail and linger. Okay. Mi a szitu? Nine realms wither. Before anything else can be these portals, our gate. Do you understand?
You're empty. You linger. Yeah. The Grand Hall is the center from which all paths lead. The gateways before you lead. Some have fallen dark. Ours, however, can at... You linger. There are three Nexus orbs. They channel power to the monolith. Aha, azok a golyócskákat fenn, gondolom. That power is being interrupted, and the monolith is becoming unstable. We can delay disaster by restoring the next. Only then can I search for. Jó, tehát azokat a golyók, vannak ott azok fenn, azok a Nexus orbok. Ebből kapja az erejét ez a nagy monolit. És... azokat ott zavarja valami. Az egy ilyen fura színük van, biztos. Úgyhogy gondolom a másik világokban kell lezúzni mindenféle undeadeket, meg bosszokat. Hogy ezek felszabaduljanak a hatásuk alól. És utána majd rájöhetünk arra, hogy mi az itten, mi itt a... ennek az egésznek a forrása, undeadok forrása. Épp legyilkolják az egész univerzumot. Jó lenne tudni. Jó lenne tudni, hogy milyen típusú fegyver ez a sniper, hogy ez a special weapon, vagy mi a tököm. Már csak, hogy mire fejleszek, mert azért az nem... Oh? Connection established. It appears that the pathway between the core and your position is stable. All gateways allow you free return. Transmission stability will vary. Our communication will be intermittent. Welcome to the primordial realm. The only one that still remains open. Uh-huh. It is void of life, but not death. Find the Nexus Orb. Take heed where you tread. Okay, so as it. Egy pillanat. Van 5 darabom. Ah, oh, upgrade. Azt mondta, hogy ez itt az elsődleges világ. Primordial. Az ős. Nem is tudom, valami ilyesmi. Ez meg úgy néz ki, mint a Marvel filmekből leszakadt Bifrost. Kicsit fura, hogy így ez átmenet. Na mindegy. Kell, hogy legyen valahol itt egy obeliszk. Ahol én upgrade-elni tudom a fegyvereimet. Nincsen? Na már. És hiába jöttem vissza. Ez eléggé úgy tűnik. Jó van. Menjünk akkor arra. Nagyon azt akarja a játék, hogy haladjak tovább. Ez jó tudni. Szóval le lehet vágni, mert le lehet lőni a kezüket az ellenségeknek, viszont vissza tudják növeszteni. Szóval nem lehet örökké úgy hagyni őket. Na,
Ardent, Scar of the Abyss. Mi ez? The Cradle of Unlight, Unlife. Ez a 9. birodalom. Ja, hogy így oda lehet nézni. Hát sok minden azért nem látszik innen, de kukucs. Hogy ez lenne, amit nézni kéne. Aha. Lehet arra menni, lehet erre menni. És egyéb irány nincs, mert szerintem ott leesek, meghalok. Jó. Nézzük meg először ezt a lentit. Ennek shortcut szaga van. Ott egy láda! Hát ahhoz képest mekkora láda volt. Eléggé gyér volt a tartalma. Én meg már itt azt hittem, megtaláltam a megváltást. Az ultra ládában, ami olyan nagyon durván el van dugva. Hops. Hulla. Hulladék. Kukucs. Itt az obeliszk. Na, végre. Azt mondja. Weapons. Van egy shotgun. Miért piros? Nem tudom equippelni, mert kell hozzá finesse. Helyett strength. Ó, várjál csak! De... Common Sniper Rifle... Miért nem mondod, hogy mi kell hozzá? Bunko... Upgrade-eljünk egyet. Atta. Rank 2. És ha infót nézek róla... Damage type, precision attack, power attack, energy use. Ott van! Special scaling 35, normal scaling 35. Jó. Oké. Aspect. Mi ez? Increase damage at long range. Azt mondja... Ha 16 plusz méterről nagyobbat sebzek. Nekem jó. Figyike? Együnk meg egy ilyen lófaszt. Két az 50. Az elég ahhoz, hogy itt most elköltsek egy attribúta pontot. Szóval, nem tudom használni a shotgunt, de nem is fontos. Melyik az, ami normal weapon, special weapon? Szerintem most legyen normal weapon. Mert az a kis pisztolyt is erősíti. Apropó, meg akartam nézni, mert biztos írja, kis pisztoly. Special scaling 35, ez is izé lófasz. Jól van. Ez micsoda? Kis energiaita. Hello! Szia, Bren! Mi a helyzet veled? You are not of the abyss, are you? Nem, nem onnan vagyok. Be careful.
delve too deeply into the darkness, and you will become a part of it for the rest of your days and beyond. Ismerőszöveg. Túl sokáig vagy a sötétségben, akkor te is a sötétség része. Részévé válsz. I am no one. Én senki sem vagyok. No memories of anything before. If you fall into her, something is wrong though. I would never have been able to escape. It is worrying. If you are wise, never will I return. Jól van. De nem fogod elvenni a kedvemet attól, hogy tovább menjek. Oké, ott van valami item. Ú, valaki hörög. Ah, itt van. Szóval azt mondta, hogy ha messzebbről lövök, akkor 8% extra sebzés jár. Megpróbáljuk tartani ezt a dolgot. Good. Forgotten Bits. Igen, te innen jöttél. Mi ez? Aha. Hát szerintem arra nem megyünk. Ó, milyen jó, hogy eljöttem. Hát itt egy lárikó. Legion Sidearm. Fegyver. Nézzük már meg, hát ha erősebb, mint az enyém. Pusáj már. Aha. Ennek nagyobb a sebzése egy kicsit. Kevesebb töltény fér bele. Vagyis hát így a max, amit hordhatok, kevesebb. Critical hit bónusz nagyobb, stability damage nagyobb, energy use is kisebb. Ja, értem, várjál. Power attackja flash freeze, energy armor piercing a power attackja. És ennek? Precision attack. Ezt nézzük már meg. Hogyha így csinálok. Aha. Jó, töltsd vissza a dolgaimat, kösz. Megnézzük, hogy jobban szuperál-e. Figyelj! Mi lenne? Ó, bakker! Van egy is amúgy. Hát várom. Há? Ez hogy volt? Hogy működik ez? 242 lett pedig. Ja, hogy fejbe lőttem, és azért sebzett ilyen nagyot. Jól van. Minden esetre maradjunk a kis fegyvernél. Aha. Hát ez jobb. Erősebb. Ehhez is kell 10 ilyen lófasz. Ez shortcut lesz. Biztos le lehet engedni azt a liftet, vagy azért létrát. Figyelj!
Nem tudlak innen eltalálni, nem mi? Pecsába. Ezt vedd föl. Ne, persze. És ez mit csinál? Nem rossz. És nem is fogyaszt olyan sokat. Maradj ott egy picit. Nem áll, hogy nem lövök-e odáig. De gáz. És így. Ó, így már igen. Ez az. Ezt neked. Jó, kérem vissza a kis pisztolyt. Forgattam bits. Kap be! Pajzs mögül lősz! Aha, szét kell lőni szerintem a izét. Azt a zöld szart. Hopps, rossz hely, hopps. Rossz ötlet volt. Advanced komponens. Mi volt ez a sok drop? Valami nem... Oké, ez így nem... Ez így nem pálya. És hogyha én ide elfutok hátra, akkor mi történik? Itt egy kollektíva. Hát te hogy? Mi történt? Ja, lejött ide. Fuck. Run, slalom. Slalom, baby, slalom! Áó. Te belehaltál haverodnak az éjjébe? Kevés HP-juk.
Ah! Oh, hát, igen. Kicsit hamarabb kellett volna mozdulni. Te meg menjél már. Nézd meg, bakker. Béna fasz. Menj már, bé! De ott van becélozva. Hogy ezzel kifogyni a töltényekből. Not cool. Az a fönt is van egy. Pajzsos lófasz. Aha. Honnan lősz? Á, látom. Játszunk ilyet. Szevasz! Jó. Ja. Ó, már most lő... Ah, kurva! Ha-ha. Szavasz. Fogalmas is, merre megyek amúgy. Aha. Az úgy néz ki, mint egy izé. Mint egy ilyen teleport cuccos. Ez az! Memoriál. Szerintem itt lehet fast travelezni. Itt mi van? Ott van egy rakás ellenség. Ez egy ajtó, ami kinyílik. Az előbb, a másik oldalon volt még egy ajtó, ehhez 1000 millió cucc kell. Jól van. És az mi? Ú, ez valami izé bónusz cuccos armor shine. Plusz 5% damage védelem örökre. Legalábbis ez nekem úgy tűnt, mintha az előző is, mintha izé lett volna. Ilyen perma bónusz. Ez mi volt? Hello! Energy patch. Az mit tud? Ó, hogy... Ez is valami védő tudsz... Ez meg csapda. Kukucs. Hopp, hello! Icy pebble. Ezeket... Press X to use item, de... Ez örök, nem? Komponent... Forlorn Idol. Mirror Stones. Én nem tudom, ezek micsodák. De azt láttam, hogy erre még el... Ah, igen! Itt van a... Itt van a lerúgható... Letra. Akkor csináljuk azt, hogy menjünk föl erre. És akkor nézzük be itt. Mondjuk nem távolsági fegyverrel kéne rohangálnom. Ilyen szűk helyeken. Lála! Ez valami...
Valami kis fegyver volt. Ugocs. Hoppá! Figyelj! Gyere ide! Hú, nem tudom, te mi vagy, de nem tetszel. Te! Jön már meg a target lockot. Szer is fagyott. Történjem. Hopp, energiám sincsen. Bassza meg. TP. Jó sok izéd van, életed. Ezt nem lehet valahogy lezúzni? Hogy ne lehetne? Ez olyan örökre lezúzva marad? Ez egy másik jó kérdés. Hello, mi ez? Cloud Dancers Enforcer. És valami másik kis pisztoly. Ohohoho, valami van! Csapda! Fuck! Nem is látom, hogy van csapda itt. Ennek van a hátán egy ilyen villogó lófasz. Nem lehetett volna megütni, meg lőni, ilyesmi. Nincsen HP italom. Bázzák, megint majdnem belesétáltam a csapdába. Itt van egy letra. De még nem akarok felmászni. Meg fogom eletni magam az egyik ilyen szurkáló csapdával. Acid patch. Itt is van egy basic komponens. Az nem baj, mert a kis pisztolyt is fel kéne védeni. Oh, hello! Figyelj! Csináljuk azt, hogy én dodzsolok egyet. Én nem tudtam, hogy te kombózni is tudsz, azt hittem csak egyet ütsz. Baszki. Jaj. Na mindegy. Ennyit az első epizódról. Innen fogjuk nem sokára folytatni a következő részben. Ha tetszett, akkor nyomjátok meg ezt. Ha nem tetszett, akkor is. És légy szín, ne spoilerezzetek. Mert az nem jó. Viszont ettől még mondjatok valamit. Hát az mindig jó, hogyha mondtok valamit.